kívánok! Kezdi csókolunk. Hol a 90 éves? Na nem, de ez, ezt nem hiszem. Jó egészséget kívánok! Hát köszönöm szépen. Olyan 75-nek na kinéz. Igen? Igen. Na akkor... Isten értesse sokáig, ezt hoztam. Nagyon szépen köszönöm. Ezt is hoztam, a képviselő urat is hoztam, de hát ő jött magától. Hova rakjam? Valahol le dobjuk? Oda kétebb, hogy a másik előre rakjuk. Hát ezt egy szép irányba kiket tetsz. Biztos 90 éves? Már elmúlt. Ja, már elmúlt. Már elmúltam. Hát pedig nem úgy néz ki, hál' Istennek. Szombaton. Szombaton? Szombaton voltam. Volt nagy buli? Volt nagy meglepetés. Meglepetés. Titkosítva megszerveztük, hogy nem itthon volt a szülinapja, és így azt hitte, hogy nem is akarunk szülinapja. Hú, hogy elfeledkeztek róla? Igen, és a végén ugye elindult a család, és akkor már úgy sejtett. Megyünk kirándulni. Ide tetszik ülni? Azt mondták, itt a... Na akkor ide tudod maga belé. Igen. Kíváncsi ember vagyok, és kérdezni szeretnék egy pár dolgot. Péter mellé, hogy rá hárman ráférjeztek. Meg elteszem a világot. Jó. Akkor ezek szerint 90 évvel ezelőtt született, de hova? Borsod Geszt. Borsod, Megyer Borsod. És ez mihez van közel? Melyik városhoz? Melyik? Miskolchoz. Hát egy Mezőköves. Tehát a Büklába egy végfalu. A Borsod Geszt egy végfalu. Igen, és ez Eger meg Miskolc között van azon a vonalon a hegyek alatt. És szép táj? Hát, nekem szép volt. mikor jöttél onnan? Hát én húztam legutóbb, mert először csak elgyöttem, aztán gyöttem, mentem. Uh-huh. Utána 99-től itt vagyok. Oho, itt ebbe a házba? Ebbe a házba. Az igen. És milyen itt lakni? Nagyon jó. Mert itt van a család is, ha minden igaz, nem? Mesélj a családról. Gyerekek hányan vannak? Gyerekek vannak. Két járvon. Két járvon, igen. Két járvon. Négy unoka. Igen. Négy unoka? Négy unoka. És fiúk, lányok az unoká? Egy fiú van benne. Kettő fiú. Kettő fiú. Akkor ezt egészségesen elosztották, testvérjesen. Igen. Még van 6 dédunoka. Hoppá! 6 dédunoka? Igen. És azok fiúk, lányok, gondolom, vegyesen? Hát az 3 fiú, még 3 járnak. Hát, nagyon egységesebb vagyok minden. Egységesen el van osztva. De azt hallottam, ők is itt laknak. Hát, vagy a környéken? Rosszul mondom? Egy család, igen. Egy generációs. Otthon. Az igen. Akkor a dédunokák lógnak magán ezek szerint. Igen. Nem hagyják felégetni. Akkor ezért néz így. Ezért. Tessék kell vinni, hogy ezért. Hogy érni, mert én itt csinálok. Hát menni kell, mozogni kell vele, mert nem vagyok itt érzik se, hogy otthon van. Mekkora? A gyerekét behúzzák, hogy? 7 éves a legnagyobb. Hát azzal ugye állandóan fotbalozni. Igen? És fotbalozik vele? Igen. Én meg veszteketek, hogy jönnék. Hoppá! Akkor fiatalon tartják a dédunokat. Tündérék hozunk. Ezekért érdemes érni. És mivel tetszik foglalkozni egész nap? Azon kívül, hogy focizik a dédunokával? Hát, én ház körül, amit tudok, csinálok, segítik még. Már olyan nagyon sokat ugye nem tudok segíteni, de hát... Sokat tudsz még. Ha bejövök, még akkor még, hát nem tudok csak úgy ülni, hát uh-huh. akkor kézi munkának. Milyen kézi munkát csinál? Köt, horgol? Nem. Most keresztem ezek. Gyönyörű. Magyóföldről származik. Magyóknak dolgoztam. És mi az a matyózás? Matyóháznak. A matyóhímzést csinálják. Ja, a matyóhímzést csinálják. Igen. Bedolgozott magyar. Ami ott látható például igen, az igen. Igen.
ugye pontosan még én egy szálon, még, még oda essen, ahova kér. Még. De azért hát ezt kirajzolja így, előtte, hogy mi lesz? Hogy, nem, ezt nem rajzoljuk. Ne. Nem. Az nem lehet. Az a másik órán. Én még sok videt elhiszek, de ezt már tényleg nem. Te, ne vicceljen tényleg, és akkor ezt az egész hosszút meg kell jegyezni, hogy hányadik lesz. Péter, ez most ilyen apró, ez is öcsik. Azt is. Atyaom Isten, ez igaz. És ez így számolni kell. A számolni kell. Igen. Az Alzheimer-kornak az ellenszere a számolásra. Igen, meg kell figyelni. Értem. Akkor a lánya karban tartja magát. Karban kötelező jellegű, számolni kell. Igen. Igen. Az igen. Igen. Ha van lánya, gondolom volt férje is. Mi lett a férjével? Édesapám férje? Hát szívbeteg volt. Már azért is jöttünk félre. Igen. Úgyhogy amikor félhozott a gyerekek, félhoztak, hogy hát nem tudtam vele otthon, ugye szaladgálni kellett az orvoshoz, de hát én már tényleg nem voltunk, már el lehet mondani mindeket. Aztán hát nem is élt három évet idefélni. Hiába vittem a kórházba, még ide utaltam, nem lehet sem. Elmint hamar. Hát 70. Maga mesélj légy szíves, arról, amikor nagy gyerek voltál, háború környék előtte, Miskolcra jártál háttal, mert az hosszú élethez hozzátartozik, nagyon kemény, a gyümölcsöket becipelték onnan 20 km vagy 25 km-re gyalog volt, amikor kétszer bemegy Miskolcra, háton gyümölcse. Hát én nekem csak az volt a kemény fizikai munkam, mert abban az időben polgármester úr nem tudtunk tanulni még, mikor én az az idős voltam. Faluba laktunk, a tanító zaklatta apámat, hogy hát adja nagybácsi, adja oda a gyereket, mert hát jó esze van, adja oda. De hát bevitt Miskolcra, de akkor, hogy majd a gimnáziumba vagy polgári iskolába jár. De akkor fizetni kellett volna ugye az albérletét, fizetni kellett volna az iskolát, akkor még bejárás nem volt. Szóval az szörnyű volt, ugye messze voltunk, faluba voltunk. Ez a messze az mit jelent? Hány kilométer? Hát 30 kilométer. Jártunk a gyárba, ugye, mert ha volt gyümölcsünk, hát abból ott vézünk, máshol nem volt. Hát ugye, akkor felkötöttünk egy kosár gyümölcset, azt elvittük a vasgyárba. Hát bizony, ja, és ott eladták a munkásoknak? Igen, ott a munkásoknak, még hát ugye lakótelep volt már akkor ottan. Azt én sokszor csak oda mentem a lakótelepre, ott volt ismerős, azt akkor ott szétkopták, azt elvitték. Azt én már jöttem is vissza, már délre otthon. Margit néni a mozgóárus. Hát igen. Megszakták hát a következő adag gyümölcsöt. Így volt. Bizony, nagyon sok. Hát már édesapám már azt mondta, 13 éves voltam, azt mondta, hogy ide figyelj, most már adót kell fizetni, te iskolába jártál, mert ő még ki se járta a 6 évet, ugye, mert hát ő neki más tépa volt a helyzetet. Te iskolába jártál, azt mondja, tudod számolni, még minden a tied a gazdaságnak a befizetni adót, ezt-azt, azt mondja, ezt már te intézik. Akkor 13 évesen maga lett a pénzügyi vezető. Én voltam a pénzügyi vezető. Az igen. Így volt. Most is itt vagyok. Nagyon jó. Ez akkor jó? Erről már lecsúsztunk. Te voltál pénzügyi vezető? Én nem. Tehát akkor valami más kell kitalálnunk, hogy sokáig éljük. Egészen addig volt, míg a papa meg nem volt. Tehát a családban a szegény apósom, őnek olyan jó dolga, olyan jó pénzügyi vezető volt a mama, hogy egész életében irigyeltem. Soha nem tudta azt, hogy mi az a forint. Dolgozó, becsületem. A kocsmában nem járt soha, de viszont de volt borra, az a
tudom, ilyen 6-7 hektobort, azt elfogyasztott egy évben, kicsit ment ide, meg aztán nem törődött vele soha, nem idegesített a pénzt, mint a mai embert, hogy milyen kell dolgozni, nem tudom, miért volt. Semmi, abszolút nem foglalkozott. Volt egy pénzügyminiszter, meg volt egy főnök. Minden normális csárgó, így van. Biztos, hogy volt dolga. Van. Nem vonatkozik. De ebből a legjobb dolog az, amikor jövök a szép korúakhoz beszélgetni. Igen, hát akkor egy kicsit nyugodtabb. Hát nem, hát annyi jó dolgot mondanak, annyit lehet abból tanulni ebből a beszélgetésből, hogy rengeteget. Ezért szoktam jönni. Én mindig ilyenkor módosítom az ötletet. Mindig megkérdezem, hogy mi a hosszú élettitka. És próbálok ahhoz igazodni, szeretnék hosszan élni, és akkor ez a nyugalmat, ezt nem tudom megígérni. Ez nem, de... Nem hiszem, hogy van nyugalom. De, hogy nem. Este szoktam aludni. Ja, hát azért egyszer muszáj aludni. Valamennyit. Valamennyit kell. Én sokat szoktam aludni egyébként. Sokat. Tényleg, 8 órát minden nap. Jó egészséget, csókolom. Vigyázom magára, 5 év múlva jövök, jó? És akkor focizunk is. És akkor focizunk. Jaj, ne tessék viccelni. Nagyon szép, ezt ön csinálta. Hát csak én. Gyönyörű. Itt más nem érkezik ilyen, mindenkinek dolga van. Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves. Én vagyok csak még ilyen dologtalan. Soha nem dologtalan, mindig csinál valamit. Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves. Minden jót, kezdi csókolom, viszontlátásra. Viszontlátásra, jó munkát. Viszontlátásra, jó egészséget. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!